Sajnos változatlanul nyári műfaj maradt a magyar klubfutball nemzetközi kupa szereplése, a tavaszt 13 éve nem éri meg egyetlen hazai csapat sem, az idei nyári mérleg pedig 5 győzelem, 3 x és 8 vereség, de lehet-e a kudarcban fejlődés? Innen indulunk Gáncsos András út és utánpótlás edzővel, hogy a mentalitásig és az edzőkig jussunk majd lesz. jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, András Honvéd, Vasos Fradi, Vidi, uh, nyári műfaj tényleg, mint a szabadtéri színház körülbelül a, a magyar foci számára. Vártál volna idén előrelépést? Én azt gondolom, hogy ez a realitás, vagy az, hogy három évente van egy olyan csapatunk, aki el tud jutni a playoff off körük, és ott tud játszani egy kiki meccset. Most az, az a meccs, hogy sikerül, az nyilván az ellenfél. Mint a play-off kor küszövéig, ahogy most a, a videótonnak történt. Egy ilyen kiki meccset a, a két évvel tudott eljutni a Debrecen, előtte. Én azt gondolom, hogy egy három-három, két-három év a realitás az, hogy oda eljutunk. Az, hogy bejutunk a csoportkörbe, az már látszik, hogy egy másik szint, egy másik, másik lépcsőfok, azt még nem sikerül megugrani. Na most, de ezúttal mi történt, ha megnézzük ezeket a csapatokat, és jelesül mondjuk akkor a videótont legelőször. Mind a négy kúpában induló magyar csapat kisvagyán külföldi edző. Igen. Én továbbra sem szeretem ezt a külföldi magyar edző párhuzamot hogy a külföld edző mindenképpen jobb, vannak jó edzők Magyarországon és külföldön is, és vannak kevésbé jók. ilyen szempontból nem tennék különbséget. A, a videóban esetében én azt gondolom, hogy egy hasonló erőkből álló partizánnal csapott össze, egy bravúrt sikerült hoznia, kellett volna... Mármint a Zsirondan és aztán a partizán. A lett. partizán kellett volna, volt az első meccs egy, egy kikimérkőzés, és a másik is azt gondolom, hogy hiába lett 0-4 a vége, Azért, azért, egy két hasonló játékerőt képviselő csapat nüanszokon, vagy nem is olyan nüanszokon uh, ment el a mérkőzés. De ez a hasonló játékerő. Na most uh, a Vidaton többségében légiósokból áll, van egy stabil, megnyugtató anyagi háttere, ezt tudjuk, ez nem titok. Uh, az ellenféltől érkezett az edző, ez uh, Ennél a melegváltásnál előny is lehet. Sok délszláv játékosuk van szemben a szerb partizánnal, és én azt gondolom, hogy az anyagi lehetőségei is már a videotonak valószínűleg jobbak, mint a partizánnak, hiszen akkor nem tudta volna elhozni például az edzőtonna valószínűleg. Nem lenne elvárható, hogy se azt mondjuk, hogy két azonos képességű csapat? Nem, szerintem A, a pénz nem focizik. Viszont azért partizán is hasonló, szóval nem, nem, nem azt mondani, hogy a videóton sokkal magasabb költségvetésből hmm. dolgozik. Ez két hasonló csapat, én azt látom, hogy két hasonló csapat csapott össze, ahol tényleg olyan hibák döntöttek, ami ilyen szinten nem megengedett, és ettől sokkal kisebb hibákon is el szokott menni egy ilyen oda-visszavágós mérkőzés. Itt úgy gondolom, hogy ez történt. Most ez az eset, amikor nagyon nehéz abba a közhelyszerű szapulásba, vagy nyavaigásba belemenni, hogy hát a magyar játékosok hibáznak, a magyar játékosok a nagy tét mellett lebénulnak. Hát mert a videótonra sok minden mondható, de az biztos nem, hogy színmagyar játékosokból álló gárda szokott a kifutni a pályára. Igen, ahogy megnéztük, volt a Liverpool-Milán például BL döntő, ott azért külföldi játékosok voltak, ott is volt egy ilyen összeomlás, akár a Manchester Bayern, most utána néztem a, a, klasszikus fordítás az utolsó percekben, külföldön is előfordul ez, azt gondolom, hogy vannak, volt egy olyan téthelyzet, ami, ami balul sikerült, ötödik percben hazai pályán gólt kaptak, utána menni az eredmény után, ilyen szempontból azért ez már hozta magával a, a végeredményt. Ebben a helyzetben, hogy az elején elment, beszélhetünk edzői hibákról? Észleti edzői hibákat? Én most kezdem megtapasztalni, hogy mi az, ami az edző segíteni tud, és mi az, amire nincs ráhatása. Itt volt egy olyan hiba, szerintem játékos részről, nem edzői részről, azért megvolt a csapat, a egyensúly megvolt, viszont korán kaptak egy gólt. Ilyen szempontból még menni kell az eredmény után. Azért két gólt kell lőni, mert utána kicsit jobban is ki kell nyílni, több kockázatot kell vállalni. Én nem láttam olyan súlyos edzői hibát, sőt, volt egy kiki mérkőzés, amiből a forduló pontjából a meccsnek a partizán jött ki jobban. Na most mi a helyzet a Ferencvárossal, amely ugye komoly játékosok sorát igazolta, és szokása is igazolni az elmúlt években, és nagyon keményen kitart a német edzője mellett. Hazai sikerek voltak az elmúlt években, ha bár most ugye a bajnoki címvédés nem sikerült. Viszont ugye minden évben elhangzik, hogy most már jó volna egy európai kupa jelesül az Európa Liga főtáblájára jutni, és ott viszont nincsen jótányi elmozdulás sem előre. Igen, egyrészt a amióta itt van, nyert egy magyar bajnokságot, nyert három kupát, amit ezért nem egyszerű véghez vinni, viszont a kimondott cél az Európa Liga. És ebben a tekintetben pedig nem, hogy bravúrt nem sikerült hozni, hanem volt úgy, hogy a kötelezőt sem. Ilyen szempontból én nem látok koncepcionális előrelépést, nem látom azt a stratégiát, ami mentén a Ferencváros haladna, hogy akkor lépésről lépésre felépíteni. Ilyen szempontból nyilván elgondolkodtató, hogy, hogy mi, a, mi lehet a probléma, hogyha a Ferencváros ennyire látványosan nem tudja elérni a kitűzött céljait. Valószínűleg nem a játékos állomány, hiszen... Az... Hát a Tomasz Olasz szokta mondani általában, amikor kudarcok vannak, hogy hát a játékosok nem nőttek fel a feladathoz, hibákat követtek el, és viszonylag gyakran a játékos állományt is forgatják, és cserélik, és próbálják erősíteni. Igen, és valamilyen szerintem pont ezért nincs meg a, az állandóság mert folyamatosan jönnek új játékosok, nem válnak be, több játékos nem válik be, akit azért nem kis pénzekért igazolnak. Ilyen szempontból a klubnak kell eldöntenie, hogy, hogy mi, lehet, mi lehet ennek az oka. Valószínűleg ez koncepcionális kérdés kell, hogy legyen. Azt nem tudom, hogy miért nem történt meg a váltás, mi lehet az oka, viszont valamihez hozzá kell nyúlni. Hozzányúltak a játékos állományhoz, ezek szerint nem az a probléma akkor ezért máshol kell keresni a probléma gyökerét. Na most, az hát edzőkérdésről beszélünk akkor. Ha, ha, nézzük, hogy mi a kitűzött cél, és hogy nem érje el a csapat folyamatosan, akkor mi igen, mondhatjuk. igen. Na most, ugye a Honvédnál elment az olasz edző, Holland érkezett a Hapoel, kiverte őket, a Hapoel viszont utána a szlovén Maribor elütötte a BL főtáblától. Ez a ötfajta összehasonlítás, ez hogyan áraz be minket? A szlovén Maribor és a magyar bajnok Honvéd. A, azt gondolom, ha Európa kupákat nézzük, akkor két csapatunknak van reális esélye, hogy, hogy el tudjon jutni a playoff köréig. amit említettem, ez a videót és a Ferencváros jelenleg. A Honvéd bajnoki cím egy olyan kiugró dolog volt, ami, ami nem gondolom, hogy predestinálja őket arra, hogy ők el tudnak jutni uh, egészen a csoport körig. Ilyen szempontból Maribornak nagyobb tapasztalata volt, nagyobb esélye volt ahhoz, hogy, hogy a Honvéd a fiatal játékosokat is beépítve egy jó uh, tanuló, tanuló pénz volt nekik, és egy jó is lehetett a következő lépcsőfokokhoz. Na most, öm, András, te szoktad mondani, és állítod, hogy a ö, legfőbb teendő itthon is a focisták észlelési és döntési sebességének a, 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 javítása. Ha a nemzetközi kupa mérkőzéseit néztük a magyar csapatoknak, akkor ezt észlelhettük? Azt mondom, hogy igen pont uh, múlt héten voltam kint uh, Londonban újra veszem, és találkoztam egy portugál ismerősömmel, aki egy London Egyetemen tanít, és ő pont ezt a területet vizsgálja, és beszélgettünk tanulmányokról, ami azt vizsgálta, hogy mi a különbség a játékosok és a kevésbé a játékosok között. Vizsgálták több, több, szempontot, és azt találták, hogy a legnagyobb különbség az észlelés, a döntéshozatal és a játékolvasás tekintetében van. Ilyen szempontból minél jobb a játékos, annál több információt tud feldolgozni, annál jobban látja előre a játékot Különbb apróbb jelekből, annál jobban tud előre gondolkodni. Úgyhogy minél jobb a játékos, annál jobb az észlelési képesség és a döntési képessége. Na most láttunk itt több olyan kísérletet az elmúlt években, vásároljunk minél jobb futbolistákat külföldről sokszor azért, mert a magyar játékos azt mondják, hogy drágább, meg túlárazott, stb. És aztán próbáljunk így előre jutni. Úgy tűnik, hogy így sem sikerül legalábbis olyan sebességgel, ahogy bizonyos klubok kitűzték ezt a célt. A magyar egyesületeknek, a magyar 1 egyes kluboknak és az kluboknak szerinted hol kellene a továbbiakban változtatni, javítani a kondíciókon, a felfogáson, a stratégián ahhoz, hogy, hogy végre ezek a lépcsők is rendszeresen megléphetőek legyenek? Szerintem a kulcs a stratégia. Most kint voltam a West Hamnél, és ott éppen a felnőtt csapat elég rosszul szerepel. Hát ott sereghajtók, igen. És remélyen. ott is pont ez merült fel, és ahogy beszélgettem ezt, hogy a stratégia nincs lefektetve. Azért vásárolnak jó játékosokat angol szinten is, viszont nincs meg az a meder, az az út, amit, amit követni kellene. Ezt az egyik téves tanárom mondta, és ezt nagyon uh, szerintem egy jó hasonlat, hogyha megyünk egy úton, és mondjuk ott van 500 és 50 forintok, azokat felveszegetem, de ami az úton kívül van egy 500-as, azt nem fogom felvenni hiába több, mert nekem van egy elképzelésem, van egy stratégiám. Uh, ilyen szempontból, ahogy vesztem lé, és egy ilyen össze-vissza kapkodást érzek, nem látom azt az utat, amin indultak, a magyar kluboknál kezd alakulni, viszont, viszont az a kőkeményen uh, kőbevésett, Út és irányvonal, az még mindig hiányzik. Azt gondolom, hogy kezd alakulni, és ha ez majd ki fog alakulni, ahogy akár egy vasasnál kezd, akár egy honvédnál kezd, és ők lépcsőről lépcsőre lépkednek, csak nyilván nem tudnak azon a szinten teljesíteni, ami a top klubok. A videótonál is látok ilyen, ilyen lépéseket, egyébként most a Ferencvárosnál nem látom azt, hogy, hogy lenne előre. Ha a két most top csapatunknál is lesz ez a kőbevése tud, akkor azt gondolom, hogy tudunk egyről a kettőre lépni. Addig viszont nem. Hogyha a Honvédot és a Vasast említetted, akkor ott az volt feltűnő az elmúlt szezonban is, hogy magyar labdarúgókat, fiatal magyar labdarúgókat próbálnak beépíteni a csapatba. A Top kluboknál, amelyek szeretnének, a Vidal és a Ferencváros szeretnének európai főtáblára jutni kupákban, ott meg mindig azt szokott elhangzani, hogy ez nem fog menni fiatal magyar játékosokkal, azoknál a céloknál és elvárásoknál nem alkalmasak a, a magyar játékosok többségükben. Feloldható dilemma ez? Muszáj, muszáj, mert azért olyan több játékosokat nem fogunk tudni vásárolni, amit a külföldi klubok, akár a középcsapatok megengetednek. És hiszem, hogy vannak vannak olyan játékosok Magyarországon, akik beépíthetőek, ha megkapják a bizalmat. Nekem a ilyen szempontból a videótomból a kiemelkedők például a Géresi. Én például imádom a játékát, és szerintem helye van abba a videótomban. Nyilván nehéz így kívülről megmondani, én amikor beszáll, én, én tényleg imádom a játékát, és szerintem nagyon hasznos játékos. Úgyhogy vannak ilyen példák. Én azt gondolom, a megfelelő arányt kell megtalálni. Kívülről nehéz belelátni, hogy ki hogy teljesít, de ennek kell lenni a követendő útnak, mert máskülönben nem fogunk tudni versenyezni. És vannak olyan magyar tehetségek, akár a külföldi akadémiákra 16 éves korban elment játékosokat kölcsönbe akár visszahozni, hogy ők azért erősítést tudnak jelenteni kevesebb pénzért, de én hiszem, hogy ennek kell lenni az útnak magyarok és makacsú ragaszkodni egy stratégiához. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.